Köszöntöm a Karcak Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. Köszöntöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Én is szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió valamennyi kedves nézőjét és valamennyi karcagi lakost. Kezdjük talán az elején, és tekintsünk vissza 2019-es évre. Milyennek értékeli képviselő úr a beruházások, fejlesztések tekintetében az évet? Én úgy látom, hogy nagyon jelentős építkezés zajlik a városban, és olyan fejlesztések is vannak a térségben, amelyek a számunkra fontosak. Elég arra gondolni, hogy itt a Nagykunság délheves összeköttetés biztosító kiskörei híd megújult, újra a forgalom rendelkezésére áll, és bárki, aki Budapest irányába közlekedik, láthatja azt, hogy a 4-es autópálya építése is ütemesen halad. Több szakasz átadása megtörtént, úgyhogy most nagyjából Abonytól Albertirsáig lehet a autópályán menni. De hamarosan elkészül a Ferihegyen összekötő szakasz is, illetve az Abony Szolnok északi elkerülő is. Ott megkezdődtek újra a munkák, ahol pár évvel ezelőtt abban maradt a Európai Unióval kialakult vita miatt, és most láthatjuk, hogy a gépek dolgoznak, tehát látótávolságon belül van az autópálya. Én arra számítok, hogy jövőre, illetve 2022-re a Szolnok északi elkerülő is elkészül, és akkor a karcagi emberek, hogyha fegyverneknél fölmennek a négy sávra, Szapárfalunál, akkor utána végig tudnak menni egészen a fővárosi autópályán. Tehát lényegesen rövidebb, közel 3-4 órával rövidebb lesz a főváros megközelíthetősége. Ezek talán a legjobban látható fejlesztések, amik itt előttünk zajlanak, és a városban pedig hát bárki láthatja, hogy például iskolafelújítások, óvodafelújítások voltak, illetve folyamatban vannak, elég itt az ipari iskolára, a Kovács Mihály iskolára gondolni, de szinte minden területen zajlanak beruházások. Én még annyit szeretnék kiemelni, hogy az ipari parknál is előkészítés alatt van két nagyobb beruházás. Az elmúlt 100 év leghosszabb ideig regnáló földművelésügyi minisztere volt. Adódik a kérdés, hogy hogyan értékeli a 2019-es agrárévet? De nem volt egy könnyű esztendő, ezt általában elmondjuk ugye a mezőgazdaság számára az elmúló félben lévő esztendő. Itt különösen tavasszal a csapadékhiány jelentkezett, illetve az afrikai sertéspest is kerülget bennünket. A Vaddisza állományban már megjelent, a házi sertésállományokat sikerült bevédeni. Ezek a hatások, ezek eléggé borúsá tették a kilátásokat az év elején, de utána az időjárás az kegyes volt hozzánk, a jó Isten segedelmével egy olyan évet tudunk zárni, amikor jó néhány terményből rekordok dőltek meg, és a piaci kilátások is viszonylag elviselhetőek, viszonylag jók. Nyilván sokféle termékről beszélünk, tehát eltérő a helyzet. A mezőgazdasági foglalkoztatottság, a beruházások szintje az mindenképpen biztató, és az idei év vége felé azért volt annyi csapadék, hogy a 2020-as esztendőre is bizakodással tekinthetünk. Ebben az évben történtek meg a helyhatósági választások, és a Jászlókon Szolnok megyei közgyűlés új tagokat és elnököt választott. Hogyan értékeli? A mi megyénkben, mint ahogy országosan is, a Fidesz-KDNP szövetség nyerte a választásokat, és a megyei közgyűlésben is stabil többség alakult ki. Itt a karcagi körzet, illetve a karcag kifejezetten jól szerepelt. És ennek is az eredménye az, hogy ifja Puba Imre személyében újra a karcagi gazda családból származó elnöke van a megyének. Így folytatódik az a munka, amit itt évekkel ezelőtt elkezdtünk, hogy a térség fejlesztésében a lehető legtöbb erőforrásra, a személy erőforrásokra is tudjunk támaszkodni. A helyhatósági választásnál pedig Dobos László polgármester úr és a fideszes csapata egy újabb megerősítést kapott. A polgármester választáson egy 67%-os eredmény az mindenképpen kiemelkedő, és mutatja azt, hogy a karcagiak a várospolitika folyamatosságára, arra a kiegyensúlyozott emberekért dolgozó teljesítményeket felmutató helyi politikára szavaztak, amely az elmúlt évtizedekben is jellemezte településünket. Én sok sikert kívánok az önkormányzatnak, a képviselőknek, és szinte mindenkinek, kormánypártiaknak és ellenzékieknek is össze kell fogni azért, hogy a mindennapokban a gyakorlati kérdések megoldásában Karcag számára
a legjobb válaszokat tudjuk kialakítani. 2020-as év fő irányban a beruházások tekintetében Karcagon és a térségben melyek lehetnek, melyek lesznek? Én abban bízok, hogy a négyes út fejlesztése az a helyi ipar, kereskedelem vonatkozásában, ingatlan forgalmazás vonatkozásában kedvező hatású lesz. Tehát jó néhány vállalkozóval tárgyaltam én is az elmúlt hetekben, akik számára ez a közlekedési feltételrendszer javulása beruházó kedvet jelent, munkahelyeket tudnak létesíteni, és ami fontos, hogy a meglévő karcagi vállalkozások tudnak erősödni, hiszen a kedvezőbb közlekedési feltételmet versenyképesebbek lesznek. Ez szerintem az ország gazdasági helyzetén túlmenően is egy fontos és jó dolog. A városban pedig folytatni kell azokat a munkálatokat, amelyeket megkezdtünk, középületeknek a rehabilitációját, a turisztikai jellegű létesítményeknek a fejlesztését. Most folyamatban van például a Városháza volt rendőrségi traktusának a felújítása, ez a kormányhivatal kedvezőbb elhelyezését teszi lehetővé, itt a megfelelő pénzügyi háttér az már rendelkezésre, de a többi területen is remélem, hogy találunk forrásokat, az ország az gazdaságilag szerencsére jó állapotban, ez lehetővé teszi azt, hogy a kormányzati támogatások is megérkezzenek a vidéki településekre. Számos rendezvénynek adott otthont és programnak Karcag a térség kiemelkedő városa tekintetben is. Melyek azok a turisztikai szempontból fontos turista csalogató rendezvények, melyek voltak és melyek lehetnek a következőben, ami még inkább az ország legtávolabbi pontjáról is ide vonzza a látogatókat? Hát nagyon gazdag év van mögöttünk, elég a egyre jobb és egyre nagyobb létszámú birkafőző versenyre gondolni, már előre lefoglalják egy éve hamarabb is a szálláshelyeket az érdeklődők. Már nálam is volt, aki jelentkezett, hogy szerezzek neki szállás, pedig hát még az óesztendő van, és emellett például a Tour de Hongrie vonzott nagy létszámú érdeklődők és komoly média visszhangot is. Tehát ilyen rendezvényekre nagy szükségünk van. Azon túl, hogy a karcagi életformához hozzátartozó különböző programok, most jelesül például az adventi programok is megújulnak és zajlanak, és a közösségi együttlétnek fontos alkalmait jelentik. Akkor erős egy városnak a kulturális, művészeti sport, illetve hogyha van egy folyamatosság, és mindenki számára vannak olyan kecsegtető alkalmak, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot. Ahogy képviselő úr is említette, advent időszakában vagyunk, közeledik a karácsony. Önök hogyan készülnek? Családi programok szervezése van folyamatban ilyenkor, meg a barátokat, ismerősöket véglátogatjuk, ők is jönnek itt az év vége, azért egy olyan időszak, amikor erre szakítani kell mindig pár órát. Hát most elég jól jön ki a munkaszünet szempontjából, azt hiszem a naptár is biztos, hogy sokan arra készülnek, hogy az év végén hosszabb időre leállnak a munkával, és akkor jön a sütés, főzés, ételek és italok fogyasztása természetesen csak mértékletesen. Én látom azt, hogy a kínálat az rendkívül gazdag, ez évről évre gazdagabb. Tehát például mi korosztályunk a mai élő ember válogathat a világon a legnagyobb élelmiszer választékból. Ha bemegyünk egy boltba, minden kapható, vagy ha ott nem, akkor a másik háromban a föld minden finomsága kincse rendelkezésre. Ezekből kell kiválogatni azokat, amiket ilyenkor az ünnepi asztalra tudunk tenni, amit a hosszabb szabadságidő alatt el lehet fogyasztani, és ami kell ahhoz, hogy az egy magyaros hangulata meglegyen az ünnepnek, hiszen a családi összejövetel, a felemelő Isten tiszteleték és szentmisék mellett ilyenkor az újbor, a finom népi ételek is részei ennek a évvégi ünnepkörnek, és aztán pedig készülünk majd a következő esztendőre, ennek mindig újult lendülettel kell nekifogni, ahogy az szokás. Mit üzen képviselő úr a város, illetőleg a térség polgárai számára az ünnepekre és az új évre nézve? Talán a legfontosabb az, hogy tartsuk meg az értékeinket, mert egy olyan időszak van, amikor akár az interneten, Facebookon, a különböző modern kommunikációs formákon keresztül bizony gyakran megkérdőjeleződnek dolgok. Az adott szó, az állítások, néha még az is, amit látunk, az is vitatárgya, de legyen mindenkinek egy olyan értékrendje, ami segíti azt, hogy eligazodjunk ebben az elektronikus pletykával jellemezhető korban, az internetes információ dömpingnek a korában, mert itt is tudni kell azt, hogy
mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé jó, vagy elfogadhatatlan. Tudnunk azt, hogy mi az, amit érdemes megvásárolni, mert valódi értéket jelent, mi az, ami gagyi és ami kár a pénzt kiadni, és ami nagyon fontos, hogy az élet nagy kérdéseiben is egy adott értékrend mentén lehet eligazodni, akkor tud az ember helyes döntéseket hozni, hogyha a háta mögött ott van egy keresztény, kereszténységben gyökerező világfelfogás, és akkor biztos, hogy nem fog csalódni. Képviselő úr, én megköszönöm az interjút, és hogy stúdiónk vendége volt. Boldog karácsonyt, és sikeretlen gazdag új évet kívánok. Köszönöm szépen, én is kellemes áldott ünnepeket kívánok, szép karácsony mindenkinek, és boldog új esztendő. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ha lemaradtak műsorunkról, akkor újra nézhetik a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!